Színes, barátságos környezet fogadja az étkezni érkező diákokat a Bonyhádi Széchenyi István általános iskola ebédlőjében. Az épület nemrég esett át teljes felújításon. Érdekes érzések vannak bennem, ugyanis én is ebbe az általános iskolába jártam, és ugyanebben az ebédlőben étkeztem. Nem most volt, talán olyan 34-35 éve, és azt tudom elmondani, hogy teljesen megváltozott minden. Azt gondolom, hogy a tévénézők is látják, hogy 21. századi körülmények vannak. Az elmúlt években kívülbelül teljesen megújult az ebédlő. Bonyhád város önkormányzatának pályázatának segítségével kívül teljes szigetelést kapott az épület, nyilászáró cserére került sor, a festése megújult, és én azt gondolom, hogy ezt a gyerekek is érzékelik, amikor ide bejönnek, teljesen más érzéseik vannak, mint a 10-15 vagy akár 20 évvel ezelőtti épülettel a kapcsolatban. Minden épület egy idő után felújításra szorul, igaz ez a középületekre is, de én azt gondolom, hogy Bonyhád város önkormányzata ebben mindig a segítségünkre volt, és mindig megragadta azokat a pályázati forrásokat, amik rendelkezésre álltak. Két részletben került sor a felújításra, először kívül, utána pedig belül, és igazából azt lehet mondani, hogy ebben a tanévben már teljesen megújult környezetben étkezhetnek a gyerekek. Intelmek, jó tanácsok és érdekességek olvashatók a falakon és oszlopokon, így a tudásuk is bővül az itt étkezőknek. A felújítást 400 millió forintból valósították meg. Mivel tudjuk, hogy a puding próbája az evés, ezért november 17-én a Bonyhádi Széchenyi István általános iskola éttermében egy kóstolónapot tartunk. A bonyhádi diákok kedvenceivel, valamint újdonságokkal is készülünk. Fognak főzni a szakácsaink brokkoli krémlevest, lencsegulyást, valamint még készülnek paradicsomos húsgombóccal, valamint burgonya főzelékkel és fasírtal. Ennek a rendezvénynek az a célja, hogy felhívjuk a figyelmet arra, hogy ebben a modern és néhány éve felújított főzőkonyhai környezetben lehetőségük van étkezés igénybevételére, és ezzel szeretnénk fellendíteni egy kicsit itt az érdeklődést. Fontosnak tartom megemlíteni azt, hogy néhány héttel ezelőtt a konyha részt vett egy NÉBIH minősítésen, amelyen 91% kiváló minősítést értünk el. Nyilván ez azt jelenti, hogy a főzőkonyhánk technikailag és élelmiszerbiztonsági szempontból is teljesen megfelel a követelményeknek, és a szakemberek is úgy gondolják, hogy egy kiváló környezetben tudjuk az ételeket elkészíteni, és ez lehetőséget ad arra nekünk, hogy napi szinten megfelelő és biztonságos ételeket készítsünk a gyermekeknek. Fontos az, hogy egy olyan környezetben tudjanak étkezni a gyermekek, amely egy plusz élményt is tud adni nekik. Ez a 300 négyzetméteres étkező olyan dekorációs elemekkel lett kibővítve, amelyek informatív és edukatív jellegüknek köszönhetően is egy plusz élménnyé teszik az étkezést a gyermekek részére. Bízunk abban, hogy ezzel a kóstolónappal még több diák fog bizalmat szavazni az ételeinknek, és lesz állandó vendége a modern éttermünknek. Az intézménybe járó diákok 60%-a étkezik itt, ezt szeretnék bővíteni ezzel a kezdeményezéssel, de ez a konyha látja el a nagymányoki és tolnai oktatási intézmények egy részét is. Összesen 1400 adagétel készül a megújult főzőkonyhában. Azt is fontos tudni, hogy a felnőtt befizetők részére is teljesen nyitottak a kapujaink, tehát ők is tudnak itt étkezést igénybe venni, és itt akár elfogyasztani, akár pedig hazaszállítással elvinni ezeket az ételeket. Amellett, hogy az éttermet bővítettük ezekkel a dekorációs elemekkel, a főzőkonyhán is folyamatosan végzünk felújítási munkálatokat. Teljesen modern gépesítés történt itt a főzőkonyhán, emellett ugye a padozatot, a csempéket, minden egyéb kiszolgáló teret úgy alakítottunk ki, hogy teljesen megfelelő legyen ugye a követelményeknek, emellett ugye a munkatársainknak is egy kényelmesebb munkakörnyezetet tudjunk biztosítani. A intézményünkben hagyományosan megrendezésre kerül az Egészséghét rendezvénysorozat. Ennek egy része lesz november 17-én egy csütörtöki napon, amikor a felsős tanulók kivétel nélkül átjöhetnek, és ahogy elhangzott, többféle ételt megkóstolhatnak, amit talán korábban nem ettek, vagy igazából elutasították. Most
saját szemükkel láthatják, hogy milyen, sőt meg is kóstolhatják, és abban bízunk, hogy többen rájönnek, hogy valóban érdemes itt tenni, hiszen ez a legkényelmesebb, és a viszonyok pedig minden igény kielégítőek. Az alsós tanulóknak a nagy része az itt étkezik, a felső tagozatban ott van olyan, aki már nem veszi igénybe, de az is a célja az előbb említett kóstoltatási napnak, hogy ismerjék meg, és saját maguk dönthessék el, hogy milyen az étel. Én magam is szoktam itt tenni, azt gondolom, hogy minden igénynek megfelel, és nagyon ízletes és változatos az itt elkészített étel. Azt gondolom, hogy a helyes táplálkozás az a tanítás-tanulás folyamatában is nagyon sokat segít, hiszen egy olyan gyerek, aki nem megfelelően táplálkozott, az nem is tud úgy teljesíteni, és az ITEN Kft. Kínálatában az a jó, hogy alapvetően ügyel arra az ételeknél, hogy egészségesek legyenek, táplálóak legyenek, és szerintem ez minden tanuló számára hasznos lehet. A kóstolónapra, tehát november 17-én várják a diákokat.